Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 2005 óta látható állandó kiállításai közül kettőt, a Hamza Diákos képzőművészeti életművét bemutató, valamint a 20. századi jászsági festők munkáiból válogatott tárlatot október 15-ig láthatta a közönség. Az állandó kiállítások egy része a mai nappal bezárul. Most, ahol vagyunk ebben a kis teremben, itt is van egy állandó kiállítás, ez melyik? Hát ez a 20. századi jászsági képzőművészek műveiből válogatott szűk tárlat. Lényegében ez az egyik olyan kis terem és állandó kiállítás, amit érint ez a változás. De ebben a teremben találhatók Hamza Dezső Ákos bútorai is, tehát ezeket ő használta, jól? Hát nyilván az ő lakóházában állunk, tehát megtalálhatók itt a személyes bútorai, illetve ez a festőállvány is például az övé volt. Ezen ő dolgozott? Hát ezen ő dolgozott itt ebben a házban is, úgyhogy tulajdonképpen a személye ez a teremhez is köthető. Miért van szükség egyébként az állandó kiállítások frissítésére egyrészt, és hát nyilván időszakonként ezek változtatására? Hát igazából egy 5-10 évente szokták az állandó kiállításokat cserélni vagy változtatni. Hát mi most 2005-ben nyitottuk meg ezt a kis tárlatot is, illetve hát ezzel összefüggésben most látható többit is, ami a múzeumban van. És hát ennek több mint 6 éve úgy gondoltuk, hogy van egy olyan témánk, egy olyan anyagunk, amiből érdemes egy hosszabb távú kiállítást rendezni. Ez Hamzának a filmművészeti munkássága, és ezt próbáljuk meg minél jobban. Ha már Hamzánál tartunk egyébként, ez a vitrin, amit most itt látunk, ez a legfontosabb erekéket azért tartalmazza az alkotóról, így van, és a színes munkásságának egy része, tehát a film is megjelenik egy picit ebben a vitrínben. Hát megjelenik igazából ez az életét összegző kis dokumentumok együttese, tehát a személyes iratoktól a képzőművészeti díjaig, a Jász Brényváros díszpolgára cím, illetve hát néhány különösen egyedi filmes erekje is van itt, amikkel majd valószínűleg találkozhat azért a közönség, de egymás átgondoltság alapján. Várhatóan november elején különös találkozás címmel nyílik meg az új kiállítás a múzeum épületében. Az új tárlat Hamza Diákos filmművészeti munkásságát mutatja be. Ez egy olyan téma, aminek ugye az alapjai már megszülettek egy könyv formájában. Hamza filmográfiája 2000-ben jelent meg a múzeum kiadásában. Erre lehet építkezni, de kiállítás formájában ez semmilyen módon nem volt még bemutatva. Mennyire lesz interaktív a kiállítás? Tehát látunk-e mondjuk majd Hamza filmet valahol folyamatosan, televíziót látunk-e, ahol ez megy, vagy tényleg csak az erekék fényképek lesznek, tehát mennyire kerülünk közelebb így a... Lesz mozgókép is, illetve hát sok újságcikk, dokumentum, fénykép, filmplakát lesz majd látható, de olyan minőségben és méretben próbáljuk meg az állóképeket is megmutatni, hogy igazán közel kerülhessen ezekhez a közönség, de lesz mozgóképi. Ez egy ilyen mióta állít? Régebb óta állít, mint amióta te itt dolgozol a múzeumban? Én ennek az állandó kiállításnak a kialakításában is már részt vettem, bekapcsolódtam. Ez a vitrin akkor került ide konkrétan. Olyan tér, ami egyben rendezvénytér, tehát több funkciót tölt be, másrészt kiállító tér, és hát a szűk helyet remekül ki kell használni, mert másra nincs lehetőség. Most ilyenkor hogyan gondolkozik egy új tárlat rendezője? Hát igazából a hely az nagyon szűk valóban, hát a rendezvénytér az egy kicsit erős kifejezés, ugye itt vagyunk kénytelenek nyilván a kiállítás megnyitókat, egyéb rendezvényeket, előadásokat is tartani, de valójában nem alkalmas rá a hely természetesen. Sőt, képzőművészeti kiállításnak is igen-igen szűk, ahogyan az látszik is. Az új tárlat esetében is hát ugyanezekkel az akadályokkal meg kell küzdenünk. Itt milyen állandó kiállítás van, itt mit láthatunk, aki eddig még nem volt szerencsés és nem látta, most pedig már majdnem láthatja? Hát ez Hamza Dezső Ákos a képzőművészeti életművéből egy keresztmetszet, lényegében egy bal oldal felé elinduló haladási irányt szoktunk ajánlani.
mert ezek itt, ez a két mű például a legkorábbiak közül való, ami a gyűjteményben van, 49-ben és 51-ben készültek, itt még többnyire figurális, jobban figurális módon is alkotott, de ahogy a terem végére és körbeérünk, ott már egy teljes abstrakció lesz látható. Időtálló kiállítást rendezni nem is olyan egyszerű, hiszen annak sokáig fenn kell tartania a közönség érdeklődését. Ennek több oldala van, egyrészt a bemutatott anyag értéke színvonala, a bemutatás színvonala is olyan kell, hogy legyen, ami folyamatosan érdekes marad. Hogyha friss egy kiállítás, akkor annál tovább marad friss. Meg hát nyilván egy olyan oldala is van, ami a marketing és a reklámból adódik. Tehát, hogyha tudnak róla az emberek, akkor valószínűleg jobban fogja érdekelni őket, mint hogyha nem hallottak volna róla. 2 hétig zár be a múzeum, ez idő alatt készül el minden. Mikor lesz a nyitás? Hát a mostani terveink szerint november 4-én lesz a kiállítás megnyitója. Egyébként a helyszűkéből és a tervezett rendezés okán nem itt fogjuk tartani a megnyitót, hanem láthatólag a Leál Filmszínházban. Egy filmvetítéssel egybekötve, valószínűleg Hamza első nagyjátékfilmjét fogjuk levetíteni, ezután kerül sor a megnyitóra, de aznap délután már itt látható lesz a kiállítás. A munkálatok közben elkezdődtek, mi pedig nagyon várjuk az új tárlatot, amit, mint hallhatták, november 4-én nyitnak meg. Jöjjenek és tekintsék meg a neves filmrendező és képzőművész filmes munkásságáról szóló hagyatékot.